Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Télapó. Egy téli reggelen Babóca, a katica kislány, így szólt Bogyóhoz, a csiga fiúhoz. Képzeld, ma éjjel jön a télapó. Tényleg? Álmélkodott Bogyó. Bizony, minden jó gyereknek ajándékot tesz a csizmájába. Tedd ki te is a csizmádat az ablakba. Este Bogyó gondosan kipucolta a csizmáját, és kitette az ablakba. Izgatottan bújt ágyba, nem bírt elaludni. Az eget figyelte, vajon mikor érkezik rénszarvas szánnyán a télapó. Babóca korán kelt, rögtön az ablakhoz szaladt. A csizmájában már várták az ajándékok. Színes ceruzák és egy nagy piros alma. Bogyó is izgatottan szaladt az ablakhoz, nagyon kíváncsi volt, mit hozott neki a télapó. De jaj, a kis csizmák teljesen üresek voltak. Bogyó annyira elkeseredett, hogy észre sem vette a másik ablakban a hatalmas piros csomagot. Újra és újra belenézett a csizmájába, ütögette, rázogatta, de semmit nem talált benne. Bánatában elindult világgá. Nekem semmit sem hozott a télapó, sírdogált. Pedig olyan jó csiga gyerek voltam. Közben Babóca elment meglátogatni Bogyót. Ha-ho! Nézd csak, mit kaptam a télapótól! De hiába kopogott, a csiga fiú nem nyitott ajtót. Babóca megijedt. Hová tűnhetett Bogyó? Meg kell keresnem. Vendel a szarvasbogár, Baltazár a méhecske és Pihe a lepke lány is elkísérték. Ha-ho! 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 Bogyó! Bogyó! Besötétedett, mire a barátok rátaláltak Bogyóra. Egy farönkön ült, és keservesen sírdogált. Babóca odaszaladt hozzá. Mi a baj, Bogyó? Mi történt? Nekem nem hozott ajándékot a télapó, pedig igazán jó csiga gyerek voltam. Ne butáskodj, vigasztalta Babóca. Biztos, hogy te is kaptál ajándékot. Talán olyan nagy volt, hogy nem fért el a csizmádban, és máshová rakta a télapó. Nem, én semmit nem kaptam. Szerintem egyáltalán nincs is télapó. De ebben a pillanatban megjelent az égen egy szán. Két rénszarvas húzta. Ahó! Integetett télapó a gyerekeknek. Remélem, mindjárt örültetek az ajándékoknak. Jövőre újra eljövök. Bogyó tátott szájjal nézett utána. Menjünk el Bogyóhoz, és keressük meg az ajándékát. Most már a csiga fiúnak is jobb kedve lett. Bogyó házában rögtön észrevették a nagy piros csomagot. Nézd csak, ott az ajándékod a másik ablakban. Tényleg? Jaj, de jó! Bogyó kibontotta a csomagot. Egy színes szélcsengő volt benne. Ahogy Bogyó meglökte, a harangok egymásnak ütődtek, és csilingelés töltötte be a szobát. Ez gyönyörű! Vendel felakasztotta a csengettyűket a bejárat fölé, aztán mind elbúcsúztak Bogyótól. Bogyó elégedetten bújt ágyba. A szélcsengő hangja hamar álomba ringatta.
Gyógyó és Babóca, két jó barát kalandja. Jelmezbál. Egy szép napos délután a kis barátok Babóca házában üldögéltek. Ideje, hogy készülődjünk a jelmezbálra, mondta Pihe a lepkelány. Te mi leszel? Kérdezte Bogyó. Az titok, válaszolta Pihe. Mindenkinek titokban kell elkészíteni a jelmezét, hogy meglepetés legyen. Bizony, szaladjunk mind haza, lássunk munkához, már csak 3 nap van a jelmezbálig, mondta Baltazár. Bogyó hamar eldöntötte, hogy gomba lesz. Fehér lepedőből köpönyeget vart, a gomba kalapot pedig egy piros tálkából készítette. Sok fehér pöttyöt festett rá. Babóca virágjelmezt készített. A virágszirmok lila papírból készültek. Zöld papírból leveleket vágott ki, és felvarta egy zöld takaróra. Ez lett a palást. Baltazár a méhecske és Dorottya a dongó kislány együtt készülődtek. Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözött. Gömbi, a kis virágbogár kényelmesen elhelyezkedett hintaágyában, és hozzálátott, hogy barna fonalból oroszlán sörényt készítsen. Az utolsó estén minden házikóban sokáig égett a villany. Mindenki a jelmezén munkálkodott, készülődött a másnapi mulatságra. Elérkezett a nagy nap. Az erdő lakói eldöntötték, hogy idén a szarvasbogárházában lesz a jelmezbál. Így aztán nekiláttak, hogy színes papírokkal, lufikkal, szalagokkal feldíszítsék Vendel házikóját. Eközben Lili a rózsabogárházában finomabbnál finomabb sütemények készültek a délutáni mulatságra. Babóca, Ugri és Döme a krumplibogár is segítettek Lilinek. Végre eljött a délután, és mindenki felvehette a jelmezét. A házigazda, Vendel, dobókockának öltözött. Izgatottan várta a vendégeket. Először Bogyó és Babóca érkezett meg, gomba és virágjelmezben. Hamarosan megjött Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözve, és megérkezett Pihe is rákjelmezben. Megjött Ugri kaktuszjelmezben, Gömbi oroszlánnak öltözve, Döme szakácsruhába bújva, és megjött Lili szőlőjelmezben. Sok lila lufi csüngött a ruháján. A Szent János bogár ceruzának öltözött, a bolha polipnak, Csiga Csaba katonának, a kis hangya pedig palacsintának. És ekkor sírva betoppant Szellő, a szitakötő kislány. Eltűnt a gyönyörű királylányruhám. Szépen kimostam, kiakasztottam a faágra, de elvitte a szél. Szellő keservesen zokogott. A többiek vigasztalni próbálták. Neked adom a katona sisakom, nekem elég lesz a kard, javasolta Csiga Csaba. Nem, az fiús, nekem csodaszép királylány jelmezem volt, de elvitte a szél. Tudom már, készítünk neked új jelmezt, szólt Ugri. Napocska jelmezt. Ez már nagyon tetszett Szellőnek. A sárga függöny éppen jó lesz palásnak, kiáltott Babóca. A napsugarakat pedig elkészítjük ezekből a sárga papírcsíkokból, mondta Vendel, és leakasztotta a szalagon csüngő papírdíszeket. Ragasztottak, vágtak, vartak, alkottak mind, és hamarosan elkészült a gyönyörű napocska jelmez. Én pedig neked adom ma estére a kis lámpásomat. Egy ceruzának úgy sincs szüksége lámpásra, mondta nevetve a Szent János bogár. Köszönöm, mondta Szellő, és olyan boldog volt, hogy egészen elpirult örömében. Az erdő kislakói énekeltek, táncoltak, és mind egyetértettek abban, hogy Szellőnek volt a legkülönlegesebb jelmeze. Mert az a napocska, ami este is világít, igazán különleges. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hímes tojások. Elérkezett a húsvét.
Pihe a lepkelány, Lili a rózsabogár, Ugri a szöcskelány és Szellő a szitakötő összegyűltek Babóca házában, hogy húsvéti tojásokat fessenek. Hány tojást kell festenünk? Kérdezte Lili. Lássuk csak, Bogyó biztosan eljön holnap locsolkodni, de jönni fog Baltazár, Vendel és Döme is, és persze Gömbi, Alfonz és Csiga Csaba. Akkor 7 tojást kell festenünk. Lássunk munkához! Szépek lettek! Biztosan örülni fognak holnap a fiúk, állapította meg Pihe. Ideje hazaindulni. Holnap korán kelek, palacsintát fogok sütni, azzal várom majd a locsolóimat, mondta Pihe. Én pogácsát sütök, mondta Lili. Én pedig rétest, tette hozzá Babóca, és kikísérte a lányokat. Másnap reggel minden lány korán ébredt. Pihe szaladt a konyhába, felkötötte a kötényét, és neki látott, hogy kikeveri a palacsintatésztát. Lili is kötényt kötött, és már is gyúrni kezdte a pogácsákat. Babóca rétest nyújtott, Szellő piskóta tekercset készített. Ugri is izgatottan ébredt. A fiúk nem kelnek korán, van még időm, hogy megsüssem az almás pitét, és egy nagy kosár almát tett az asztalra. De jaj! A kosár hirtelen megbillent, az almák kigurultak és lesodorták az asztalról a hímes tojásokkal teli tálat. A sok tojás mind összetört. Jaj, a hímes tojások! Most mit csináljak? Mit adok a locsolóknak? Kétségbeesve szaladt Babócához. Babóca, összetört az összes hímes tojásom, mind a 7, segíts! Nem érek rá, Ugri, süteményt sütök, de maradt 2 festetlen tojásom, ezt odaadom. Fest ki gyorsan, készen leszel, mire megjönnek a fiúk. Lili, darabokra törtek a tojásaim. Tudsz segíteni? Nem tudok, sülnek a pogácsáim. Fogd ezt a 3 fehér tojást, még van időt kifesteni. Pihe, segíts! Újra kell festenem a tojásokat. Mind összetört. Mind összetört? Sajnálom, Ugri, de most nem mehetek veled. Odaégne a palacsinta. Itt van ez a 2 festetlen tojás. Neked adom. Szellő, baj van, összetörtek a tegnap festett tojásaim. Kérlek, segíts, egyedül nem tudok 7 tojást újra festeni. Alig van már idő, panaszolta Ugri. Tudom már, ki segíthet, gyere utánam. Szaladtak az erdőn át egészen a barlangig. A következő pillanatban álmosan előbújt a barlangi pók. Kedves pók, segítened kell, kezdte Szellő. Ugrinak összetörtek a hímes tojásai, és most 7 új tojást kell festenie. Nincs sok idő, mindjárt jönnek a fiúk locsolni, addigra készen kell lenni. Nem bánom, dünnyögte a pók. Köszönöm, nagyon kedves vagy, szipogta Ugri, és elköszönt Szellőtől. Ugri ecsetet, festéket vett elő, és a pókkal együtt munkához látott. A pók egyszerre 3 tojást is ki tudott festeni. Nem vagyunk, mondta boldogan Ugri. Megköszönte a pók segítségét, és elrendezte a tojásokat a tálon. Ebben a pillanatban már kopogtattak is az ajtón. Ugri ajtót nyitott, és a 7 fiú egyszerre belekezdett a locsolóversbe. Ezt a kislányt megöntözöm, a szép tojást megköszönöm. Mind a 7-en meglocsolták Ugrit. A szöcskelány büszkén nyújtotta feléjük a tálat, a fiúk pedig választottak egy-egy színes tojást. Süteményem sajnos nincs, szólt halkan Ugri, és elmesélte, mi történt. Emiatt ne aggódj, nevettek a fiúk. Babócánál rétest ettünk, Lilinél pogácsát, Pihénél palacsintát, Szellőnél pedig piskótát. Egy falat sem férne már a hasunkba, mondták a fiúk, és nagyot nevettek.